Hello mindenki! Élőben a Restartot látjátok, másodperceken belül remélhetőleg a Facebookon is, ha mindenki úgy akarja, nem úgy akarja? Nem akarja. Hát akkor az úgy nagyon nem jó, hogy a Facebookon nem sugározzuk a műsorunkat, kérem szépen. Ha? Jaj, mamám! Hát ezzel sok minden nem tudsz csinálni, hát mit tudsz csinálni? Ezt adás előtt kellett volna csinálni, kérem szépen. Na jó van akkor, biztos örülnek a kedves nézők, akkor ma nem lesz Facebookos adás, hanem nézhettek bennünket az egyéb más platformokon. Vannak elérhetőségeink a képernyő alsó részén, ezeket természetesen láthatjátok. Folyamatosan hívjatok minket, telefonáljatok, vagy Facebookoljatok, vagy Skype-oljatok velünk. Én pedig rögtön kezdem a legfrissebb hírekkel. Kérem szépen, tovább finomít a Windows 10 frissítésén a Microsoft. Bár az már korábban kiderült, ugye, hogy a Microsoft a közeljövőben jelentős enyhítéseket vezet majd be a Windows 10 frissítési szigorán, a cég hétfőn újabb, vélhetően sokak által kedvezőnek értékelt módosításokat jelent be. Ezzel kapcsolatban ezek szerint hamarosan a meghajtók automatikus frissítését is ki lehet majd kapcsolni, ugye itt a driverekről van első körben szó, ami ugye hát én szerintem ez azért érdekes ez a történet, mert ezt eddig is ki lehetett kapcsolni. Vagy legalábbis én, mint ahogy általában elmondtam, elég sok gépet telepítgetek ugye a munkámból kifolyólag, és nekem mindig az első dolgom az, hogyha olyan gépet telepítek, amiben mondjuk célhardware van, hogy kikapcsolom. Tehát van erre opció, kérem szépen, hogyha bemegyünk a vezérlőpulton a rendszerbe, ezt mindjárt mutatjuk is nektek, akkor a rendszeren belül, mi a baj? Az sincsen belúgva? Hát nézzenek oda, kérem szépen, azt a kutya fáját neki-e. Szóval, hogy a rendszeren belül van egy olyan, hogy speciális rendszerbeállítások, ezt mindjárt mutatjuk is nektek, és ott van, lesz majd egy olyan, hogy ha minden igaz, hogy, vagy legalábbis volt, most igen, hardware. És a hardware-nél lesz egy olyan, hogy eszköztelepítő beállításai, ezt már mutattam nektek, tehát még egyszer, vezérlőpult, rendszer és a rendszernél a hardware beállítások között az eszköztelepítés beállításainál van egy ilyen opció, hogy szeretné-e automatikusan letöltéssel az eszközein elérhető gyártói alkalmazásokat ugye megkapni, illetve az egyéni ikonokat. Hát ez általában igen, tehát ajánlott, de ki lehet kapcsolni. Azt mondjuk, hogy nem, akkor ugye itt az eszköz hibásan működhet, de hát hogyha fölteszed a saját driverét, akkor nem fog hibásan működni az eszköz. Tehát, hogy ezt eddig is meg lehetett oldani valamilyen szinten, tehát ezt nem értem, hogy miért hozzák ki ilyen módon újdonságnak. Minden esetre a Windows Update-ben megújuló új opció fogja lehetővé majd tenni azt, amivel a frissítési mechanizmus ezen részét teljesen deaktiválni lehet majd. Ez olyan, mint hogy a frissítésre is azt mondták, hogy nem lehet kikapcsolni. Ki lehet kapcsolni? A Windows Update szolgáltatást, ha leállítod, akkor nem tud update-elni a Windows, tehát igazából ezt eddig is ki lehetett kapcsolni. Az egy más kérdés, hogy most erre majd menü szinten adnak lehetőséget, tehát nem kell magukba a szolgáltatásokba bemászni, és akkor ott kikapcsolgatni, hanem gyakorlatilag a beállítások között lesz ilyen opció. Így bár a rendszer továbbra is letölti, és felteszi majd a hozzá kiadott foltozásokat, a meghajtó programok esetében szeretem az ilyen gyönyörűen fordított dolgokat, a következő, a meghajtó programok esetében fogja akarni majd minden áron a legelérhetőbb, legújabb verziót felrakni azokból, hanem azt a felhasználó belátására bízza, akik kézzel indítják majd el igény szerint ezt a folyamatot. Sting nagyon jól tud fordítani. Ha minden igaz, várjál csak, mert nem is ebbe a cikkbe volt a kép, amit ezzel kapcsolatban mutatni akartam, hanem egy másik oldalon volt ez. Igen, itt van, azt mondja, hogy itt mutatom nektek, erről van itt gyakorlatilag szó. Tehát az Advanced Option-nél lesz egy olyan lehetőség, hogy Include Driver Updates when I update Windows, tehát hogy ugye ez be van pipálva, tehát hogy a különböző meghajtó programokat is ellenőrzi, és azokat is letölti, tehát lefrissíti a Windows update-tel együtt gyakorlatilag. Na, hát de, tehát hogyha ezt viszont kiixeljük majd, akkor nem fogja letölteni, de ahogy az előbb megmutattam, úgy eddig is meg lehetett ezt valamilyen szinten oldani. Jó.
Ugyanakkor a Windows Update ablak maga átláthatóbbá fog válni, és egyszerűbben teszi majd lehetővé a felhasználók számára annak ellenőrzését, hogy a gépükön vajon milyen szempontból a legfrissebb állapotban van-e, tehát minden szempontból a legfrissebb állapotban van-e, illetve hogy Redmond ezen kívül is számtalan további fejlesztést vezet majd be, amikről részletesen ugye a hétfőn kiadott blogposztjában lehet olvasni. Az újítások az átlag felhasználók számára március végén lesznek elérhetőek, a Creators Update ugye nagy frissítés keretében, az Insider verziót használók, azok pedig egyébként már körülbelül mostantól elérhetővé tették számukra, és már tudják is használni, a 15.002-es buildet kell hozzá letölteni, ugye ez a legfrissebb Insider, és az már tartalmazza ezeket az újításokat. Jó, hát folyamatosan fejlődik ugye a Windows, ez nagyon dicséretes, és egyre többen használják is, úgyhogy ennek abszolútili módon örülünk. Kérem szépen, egy kicsit, hogy úgy mondjam, kékfény híreink jönnek, ha már van kékfényünk. Egészen Floridáig megyünk, kérem szépen. 5 embert ölt meg, 8-at pedig megsebesített egy álmokfutó pár napja Amerikában a floridai nemzetközi repülőtéren. Az egyik utas életét a MacBook Pro-ja mentette meg, és itt kapcsolódik be az informatikai vonatkozása a hírnek. Erőszakkal és tragédiával kezdődött az új év, a floridai Fort Lauderdale nemzetközi repülőtér 2-es terminálnál egy 26 éves férfi vaktában lövöldözni kezdett, többeket megölt és megsebesített. Steve Rapier is ott volt, és csak a szerencséjének, illetve a MacBook Pro-jának köszönheti, hogy most nincs az áldozatok között. A fiatal ember, hogy erről egy blogban beszámolt, amiről a CNN is készített egy beszámolót, a podgyász felvevő közelében állt, amikor elkezdődött a lövöldözés, gyorsan a földre vetette magát, és csak a hátizsákja adott neki valamennyi védelmet. Hogy ez a valamennyi valójában milyen sok is volt, az csak később derült ki. Érezte ugyanis, hogy valami megnyomta a hátát, de csak később a mosdóban derült ki, hogy egy golyó talált el a hátizsákját, illetve hát a benne lévő MacBookot. Erről képet is tudunk megint csak mutatni nektek. Ottan van, kérem szépen, egy szétlőtt MacBook. És hát gyakorlatilag ugye ennek köszönheti a fiatal ember az életét. Azonnal átadta a hátizsákot az FBI-nak, és kiderült, hogy valóban a merénylő 9 mm-es lövedéke találta el. A férfi gyorsan tette bele a notebookot, és elfelejtette rendesen becsukni a hátizsákot. Ezért lehet az, hogy a golyó ezen a kis nyíláson ment be, eltalálta a gép kijelzőjét, majd az alumínium házon keresztül az oldalsó ventilátorokon át távozott a gépből, és beleesett a hátizsák egyik zsebébe. Márhogy a golyó, gondolom én. Talán nem is kell részletezni, hogy mi lett volna, ha a golyó nem kap gellert ugye a MacBook Pro-n. Hát akkor lehet, hogy a fiatalember élete mánta volna ezt. Nem ez az első eset egyébként, hogy Apple eszköz életet ment, hát ugye hát ezt, szerintem ezt is beveszi az Apple a portfóliójába jövőre. Hallottunk már olyanról ugye 2015-ben, hogy valakinek a zsebében, ide a mellény zsebében, nekem most nincs, néha szokott lenni, most nincs, itt volt az iPhone-ja, és gyakorlatilag hát valakit le akartak lőni szintén, és hát az iPhone miatt, iPhone fölfogta a lövést, és azért nem a szívébe ment, hanem csak az iPhone-ba ütődött bele a golyó. Ha? Hát ezek az Apple cuccok, szerintem ezért ilyen drágák egyébként, én már sejtem, mert életet ment. Tehát beteszed így magad elé szépen a MacBook-odat, vagy akár az iPhone-odat egy lövöldözésben, és meg se sérülsz, tehát jobb, mint egy bizé, hogy hívják ezeket, golyóálló mellény. Minek ide golyóálló mellény? Szerintem minden rendőrnek adjunk iPhone-t, meg MacBook-ot, és majd szépen megvédi őket az esetleges ilyen jellegű lövöldözésben. Természetesen csak viccelek, vagy hát mennyiben ez viccnek lehet mondani, kicsit morbid, de minden esetre hát szerencséje volt a fiatal embernek, úgyhogy respect Apple ismételten. Okay. Hát el kell, hogy keserítsem azokat, akik nem szeretik a Facebookos hirdetéseket, ezentúl még több jön majd. Hamarosan pénzt is lehet keresni, de ti magatok is pénzt kereshettek a Facebookkal, amennyiben sokan nézik a videóitokat. Hát amilyenket most senki nem nézi, mert nem megy.
A közösségi oldalra feltöltött videókban hamarosan reklámokat lehet majd elhelyezni, amiből ugye a feltöltője is részesedni fog. Mark Zuckerberg határozott célja a jövőben, hogy a Facebook legyen az első számú platform, ahol videós kommenteket, illetve kontenteket nézhetnek a felhasználók. Ennek érdekében pedig az elmúlt években határozott lépéseket is tett a közösségi oldal. Egy beszámoló szerint ennek eredményeként 2016-ban már 100 millió órányi videót néztek meg naponta a közösségi oldal lakói. Így Zuckerbergék úgy döntöttek, hogy itt az ideje a videós hirdetések bevezetésének. Ugye hát eddig azt megszokhattuk, hogy a YouTube tele van videós hirdetésekkel. Videó előtt, néha közben, meg ugye banner formájában ömlenek ránk a reklámok. Na most majd jön ez a Facebookra is. A Recode értesítései szerint a Facebook hamarosan a YouTube-hoz hasonló módon indítja el modelljét, aminek köszönhetően a videókban megjelennek majd a reklámok. A tervek szerint a hirdetés a videókon belül 20 másodperc után jelenik majd meg. Zuckerberg ugyanis elvetette azt az elképzelést, hogy már a videó elején jöjjön be a hirdetés, tehát közben lesznek hirdetések. A modell megjelenése jó hír a tartalomgyártók számára, a közösségi oldal ugyanis a tervek szerint a hirdetésekből származó bevétel 55%-át adja majd a készítőknek, vagyis a felhasználó ugyanúgy jól jár vele, mint mondjuk egy YouTube videó esetén. A hirdetések bevezetésével korábban is próbálkozott már a Facebook, még 2015-ben. A nagyobb tartalomgyártók számára tette elérhetővé, hogy hirdetést jelenítsenek meg a videóikban, tavaly pedig az élő videó is megjelentek a reklámok. A mostani modell bevezetése alapján úgy tűnik, a Facebooknak nem a videó megtekintések száma, hanem az oldalon eltöltött idő a fontosabb. Korábban ugyanis úgy látták, ha valaki 3 másodpercet megnézett egy videóból, az már egy megtekintésnek számított. A bevezetés előtt álló hirdetési stratégiával a tartalomgyártóknak is üzennek. Olyan kontentekre lesz szükség, ami kellőképpen hosszú, és leköti az emberek figyelmét. Hát akkor egy restart erre szerintem tökéletes, úgyhogy ide tegyünk is ki egy hirdetést most, szerintem. És ti pedig kattintsatok, és akkor jön a zsé, hát ez a lényeg. És akkor még jobb műsorokat, még kékebb fényeket, még szebben belőtt hajat, vagy lehet, hogy még több hajat lehet akkor nekem varázsa. Így működik a világ, hát ne gondoljuk már azt, hogy itt ingyen szórakoztatunk mindenkit. Hát azért tudjátok, mennyibe kell egy televíziót, vagy egy akár bármilyen tartalomszolgáltatást előállítani, kitalálni, megcsinálni, közvetíteni, infrastruktúrálisan. Hát csak egy monitor mennyibe kerül, amit mögöttem van. És akkor még a többi berendezésről ne is beszéljünk, ugye? Úgyhogy... És még mielőtt az jönne, hogy valaki, hogy igen, de hát mi fizetünk a TV nézésért, igen, a szolgáltatónak. A szolgáltató meg vagy fizet nekünk, vagy nem. Nálunk sajnos nem ez a modell van, úgyhogy üzennénk a kedves szolgáltatóknak is, hogy ideje lenne kicsit mélyebben belenyúlni a zsebbe, és akkor mindenki jól jár. Nem csak mindig a kereskedelmi tévék. Hát ha a kereskedelmi tévék kérhetnek 300 forintot az adásaikért, hát akkor mi legalább 1-2 forintot hagyj kérjük már, nem? Nem tőletek, tőletek úgyis beszedi a kábelszolgáltató, ezt a kábelszolgáltatóknak üzenjük. Jó, na... Megérkezett a világ első, hivatalosan is első, 8K felbontású monitora. Még mielőtt azt mondanátok, tudom, én is azt szoktam mondani, hogy hát most minek ekkora felbontásot, ez már tényleg aztán a túlzások ne továbbja, egyetértek vele valamilyen szinten, bár vannak olyan szituációk, amikor egy ilyen felbontású monitor akár jól is jöhet, és most nem véletlenül mondom, hogy monitor és nem tévé, mert videótartalom esetén szerintem valóban ez már a túlzás kategóriája, viszont ha belegondolunk, hogy itt mekkora felbontásról beszélünk egy 8K kijelző esetén, hát mondjuk itt a Dell legújabb 8K-s, hát legújabb ugye első hivatalos 8K-s monitoráról van szó, 7680x3220 pixel, ami egyébként 33,2 millió képpontot jelent, hogyha ezt itt szépen összeszorozzuk. Ez több, mint a 16-szorosa a Full HD felbontásnak, hozzá kombinálva a monitor méretét, ami egyébként 32-szoros ebben az esetben, tehát tényleg egy TV méretről van itt már lassan, hogy szó. Már is kikalkulálható, hogy 280 pixel per incses borotva éles képet fog elénk tárni, de nem csak éles, hanem fényes is, ugyanis a kontraszt aránya 1300 aránylik az 1-hez, a maximális fényessége pedig 400 lux. Ami egy monitornál abszolút jó. Tehát most ez a lámpa, amit rám világít, ez körülbelül
Hát egy olyan 1500 lux. Tehát, hogy a monitor ahhoz képest a 400 luxával azért az nem olyan rossz, hogy egy monitor tud úgy világítani, mint az a lámpa, amit telibe ver gyakorlatilag engem, hogy lássatok. Mert ha lekapcsoljuk, akkor nem láttok. Lekapcsoljuk? Csak húz le, vagy milyen, amikor mondjuk ennyi fény, mondjuk ez 1500 lux, az mennyi mondjuk az egynegyede, valamivel több, mint az egynegyede az a fény. Na, ilyen, amikor nincs fény. A monitorom egyébként megvilágít, mert nézzétek meg, ha lehajtom a monitorom, akkor még annyi fény sincs rajtam. De ha visszahajtom, akkor azért bevilágít engem a monitorom, ami egyébként, hát ennek nem tudom milyen fényereje van, de szerintem inkább ilyen 200 lux környékén van, köszönjük szépen. Úgyhogy jó masszív fény bocsát ki magából egyébként ez az új monitor. Rendben van, egyébként alumínium házba van bújtatva, és 1,700 milliárd szint képes felvillantani a pontos gyári kalibrációnál, tehát több mint 1 milliárd szint képes egyszerre megjeleníteni. Talán már ebből is következik, hogy a monitor inkább professzionális használatra van kitalálva, de ha valakinek még kétségei lennének, az vessen egy pillantást az árcédulájára, ugyanis 5000 dollárba kerül jelenleg ez a monitor, ami hát egy jó másfél millió forint környékén, és hát a szokásos portok találhatók meg rajta, van rajta USB 3, hogy akár a billentyűzetet közvetlenül oda is be lehessen dugni, vagy egyéb más perifériák, a telefon tölteni, és így tovább. Két DisplayPort van rajta, audio kimenet is van, tehát hogyha valaki ahhoz szeretné közvetlen a hangszóróit kötni, viszont nincs HDMI rajta, tehát ebből is látszik, hogy nem multimédiás felhasználásra szánják, hanem inkább a professzionális felhasználásra, ott pedig manapság a DisplayPort, ami a leginkább hódol. És hát a Dell új monitorát nem elsősorban arra tervezték, hogy Excel táblákat nézegessen rajta a felhasználó, de természetesen annak sincsen semmi akadálya. Azonban ez a megjelenítő ennél többre is hivatott, ez a készülék ugyanis a világ első kereskedelmi forgalomba kerülő 8K-s megjelenítője. Szép. Ja, hogy nem is mutattunk belőle, mi? Hát, olyan túl sokat nem is tudunk igazából, csak egy ilyen... Hát nem tudom, egy ilyen image picture van itt róla, ahol egy fotózáson éppen használják, hát nem véletlenül fotózáson használják egyébként, tehát ugye a színhelyessége, illetve a gyári kalibrált színeknek a tartománya az valószínűleg a fotósoknak, illetve aki komolyan foglalkozik valamiféle grafikai dolgokkal, hát nekik mindenképpen jó lehet. A felbontás alapján meg a programozók is biztos örülnének neki, hiszen gondoljuk csak el, hogy ugye hogy szoktak programozni az emberek, vagy akár videóvágás kapcsán is. És nem azért, mert hogy akkor ma 8K-s videókat vágunk vele, mert az felesleges, hanem az, hogy amikor megnyitok egy ilyen programot, és akkor mindenféle eszköztárak mindenfelé vannak a monitoron, és már gyakorlatilag csak a tartalmat nem látod, amit szerkesztened kéne, mert az összes többi elfoglalja gyakorlatilag a helyet. Ekkor szokták ugye több monitorra szétszórni a különböző ilyen eszköztárakat. Na most akkor nem kell több monitor, hanem gyakorlatilag egy monitoron is meg lehet azt oldani, csak ugye nagyobb a felbontás. Jó, hogy picik lesznek az eszköztárak, de hát az embernek jó szeme van, akkor egy ilyen nagy monitoron is tökéletesen egy monitoron is fog tudni vágni. Nem kell hozzá kettő, vagy három. Erre van gyakorlatilag ugye kitálva. A programozásnál meg ugyanerről beszélünk, tehát látod a kódot egybe. Tehát amikor van egy nagyon hosszú programkódod, és abban állandóan mozogni kell az egérre, hogy lássad pontosan a kódot, az ugye kicsit idegesítő tud lenni. Nagyon sok programozó pont emiatt egyébként így 90 fokkal elfordítva használja a monitorát. Nem vicc. Pont azért, mert ugye a programkódnál az a fontos, hogy te egybe lásd a programkódot. Na most amikor a 16:9-es monitor esetén, ugye hát az inkább multimédia vagy különböző tartalomfogyasztás van kitalálva, nem feltétlenül programozásra. Tehát amikor így keresztbe látod az ekkora kódokat és mozognod kell hozzá, az nem az igazi, az el szokták így fordítani a monitort, lehet is kapni olyan monitort, ami ilyen 90 fokba is elfordítható. Sok programozó ismerősöm van egyébként, aki így szokott programozni. Sőt, lehet, hogy több monitoron is. És akkor két kódot egyszerre lát gyakorlatilag, vagy úgy van a monitor egymás tetején, tehát hogy még hosszában, mint ahogy az A4-es lap is egyébként, ezt nem is értem,
hogy amikor írunk, tehát ugye a szöveghez, meg akár a programozás is hasonló dolog, akkor ugye álló helyzetbe használjuk általában a, mondjuk úgy a lapot. Hát most a számítógépünket is lehetne, mert most sem eddig nem tart elfordítani a számítógépet így, csak ugye akkor a monitort is kalibrálni kéne, hogy az is forduljon el. Táblagépek esetén, vagy a mobilok esetén ugye ez egyértelmű, a mobil is így működik, de ugye attól függetlenül, ha mondjuk tartalmat fogyasztunk rajta, és tehát nem csak olvasunk, hanem mondjuk videós tartalmat fogyasztunk, akkor meg el lehet fordítani. Hát a monitorra ez egy kicsit bonyolultabb, de vannak olyan monitorok, amik egyébként így is állíthatók. Ez nem olyan egyébként, tehát nem ezért mondtam, ez csak érdekességképpen. Mondtam el nektek. No, egyébként majd van egy kis összefoglalunk itt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire is jók a pixelek, mert erről annyit szoktunk veszekedni itt, vagyis nem veszekedni, hanem beszélgetni mondjuk így a srácokkal a Restart Extrában, és egy nagyon jó cikk született ezzel kapcsolatban, ahol tök jól leírják, hogy körülbelül milyen felbontású monitorok mire használhatók, vagy mire jók. Természetesen ettől el lehet térni, de ilyen egyfajta ajánlásként. Úgyhogy ezt majd pénteken át fogjuk rágni a Restart Extrában. Úgyhogy ha monitor vásárlás előtt álltok, akkor érdemes lesz figyelni mindenképpen a Restartot, mert ajánlunk nektek egy-két dolgot. Hát nem kimondott monitorokat, hanem tanácsokat adunk azzal kapcsolatban, mire figyeljetek oda esetlegesen egy monitor vásárlás esetén. Jó, na mi van még itt, ami érdekes? Hát érdekes sok minden. A Yahoo-val kapcsolatban vannak híreink. Hát ugye arról szólt itt nagyon rég a fáma, már egy jó pár hónapja, tudjuk, hogy a Yahoo nincs valami jó helyzetben. És hát sokan azt prognosztizálták, hogy ennyi volt, befejezte. Köszöni szépen, és hát ez félig meddig így is van. Ha nem is teljesen szűnik meg, de félig megszűnik, ha lehet ezt mondani, nevet vált. Altaba, ez lesz az új neve. Elég hülye hangzik, vagy legalábbis egyre furcsa. Minden esetre még tavaly nyáron szólt a hír arról, miszerint az amerikai Verizon felvásárlási ajánlatot tett az utóbbi időben több kiberbiztonsági incidensben érintett Yahoo internetes óriásra, ami már annyira nem is óriás. Mint kiderült, a szolgáltató nem kívánja egy az egybe megvenni a korábban sokkal jobban teljesítő céget, csupán egy kis részét szeretné, ami viszont marad, arra valószínűleg már senki sem lesz kíváncsi. Az alaptevékenységhez nem köthető szabadalmak és technológiák, valamint az Alibaba és a japán Yahoo tulajdonában lévő részvények nem képezték a megállapodás részét, így a Yahoo ketté szakad. A vállalat lényegi része a keresőmotor, a weboldal, online szolgáltatás paletta, STB, ez a Verizon alá kerül. A maradékot, 15 plusz 35,5%-ot pedig megtartja az Alibaba, illetve a japán Yahoo. Utóbbi a jövőben Altaba néven fog majd tovább futni, méghozzá a jelenlegi vezető Marissa Mayer nélkül, aki az értesülések szerint ígéretet kapott a Verizontól egy jó kis állásajánlatra, tehát ott fogja folytatni tovább a karrierjét. Közben az is kiderült, hogy a 4,8 milliárdos felvásárlási ajánlat is változhat, ugyanis az időközben felmerült biztonsági botrányok negatív színben tüntették fel a céget a potenciális felhasználók szemében. Ezzel veszített az értékéből, hogy pontosan mi lesz a megtépázott hírnevű márkanévvel, az már csak a Verizonon múlik, hogy ők egyáltalán mit szeretnének vele kezdeni. Úgyhogy majd kiderül. Ennyit tudunk a Yahoo-val kapcsolatban. Hát azoknak, akiknek Yahoo-s e-mail címük van, vagy Yahoo-s szolgáltatásokat használnak, nem tudom mennyien vagytok így. Nekem van e-mail címem, de sose használtam a Yahoo-n. Vagy legyetek türelmesek, vagy gondolom én már mindenki másik szolgáltatás után nézett amúgy is az utóbbi botrányokat tekintve. Hát még jó, hogy nekem az e-mail címem ott valami 1000 éves nagyon régi e-mail cím, és már úgy értem, hogy a jelszavam is, meg minden, amit ott használtam, az már nem kavar sok port valószínűleg, úgyhogy ha feltörték, se érdekel, mert már rég nem azokat a jelszavakat használom, amit akkoriban használtam, és hát ebből tanulság, hogy mindenki változtasson természetesen jelszót. Na jó, van első körben akkor ennyi, és akkor folytassuk a ti hozzászólásaitokkal. Van is telefonálunk, úgyhogy vele kezdjük a műsort. Halló, szia! Szia, Vendi, Géza vagyok. Halló, Géza, parancsolj!
egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a véleményed egy olyan processzorról, ami egy Intel Xeon 5460-as, ami 4x3,16 GHz-es. Hogy annyira, hát valahol úgymond fikázzák, valahol nagyon jó, tehát az i5-ösökkel, i3-asokkal hasonlítják. Még egyszer, mert nem értettem az elejét, hogy milyen proci ez még egyszer, Intel? Intel Xeon, Xeon, ja, Xeon X5460-as. X5460, hát figyelj, ez ugye nem egy mai generációs Xeon, hanem már egy kicsikét régebbi kategóriás Xeon. Hát ugye a Xeon processzorokkal igazából egy baj van, ha ezt bajnak lehet nevezni, hogy az nem normál felhasználása van kitalálva, hanem inkább szerver környezetben. Tehát igen, ugye olyan... otthon, mint asztali gépen használva, tehát mi a hátrány? Attól függ, mire akarod használni. Tehát például multimédiában abszolút buta. Tehát, hogy videógyorsítás, ilyesmi, az egyáltalán nincs az ilyen processzorokba beépítve, tehát az ilyen MMX funkciók azok teljesen hiányoznak belőle, vagy legalábbis nagyon-nagyon kicsi számban vannak benne, ha lehet ilyet mondani. Nincs ugye beépített videórenderelési segédlet benne, tehát mindenképpen plusz videókártya kell bele, hogyha ilyen gépet szeretnél mindenképpen. Ennyi, tehát igazából az a lényeges különbség mondjuk az Intelnek az i sorozatai, vagy mondjuk az egyéb más ilyen dual core, ha régebbiekről beszélünk, vagy esetleg a Pentium változataihoz képest, a Xeon az a szerver oldali verzió, ami nagyon sok mindenben, főleg lebegőpontos számolásban tökéletesen jól működik, pont ezért szokták nagy adatbázisokhoz, illetve tároló szervereknél nagy mennyiségű adatfeldolgozáshoz használni a Xeon processzorokat, szerverekben, akár többet is, tehát mondjuk általában nem ritka, hogy meg, dual, meg vagy még több. Hát és igen, természetesen itt nem spórol az energiával sem. Tehát brutális számoló kapacitása van, csak éppen nem abba az irányba, amit általában egy hétköznapi ember szokott a gépén használni. Tehát mondjuk videó lejátszásra, ilyesmire, arra nem annyira alkalmas. Mondjuk három videókártyával esetleg? Hát az már jobb, mert ott a videókártya besegít, meg ugye azért van processzor elég benne, tehát hogyha itt 3 GHz-ről beszélünk, azért 3 GHz-en már lehet HD videókat, tehát nem mondom, hogy alkalmatlan rá, csak én azt gondolom, hogy ennél többet tud ez a processzor, mint amennyire ezt mondjuk otthoni felhasználása az ember tudná használni. Igen. Tehát ennyi igazából. Az újabb Xeon prociknál meg ugye van már olyan, hogy mit 6 magos, tehát ugye jóval több processzor magot tartalmaz, mint mondjuk az i-szériás processzorok, viszont ugyanúgy nem erre a cél, tehát nem asztali vagy végfelhasználói célra van számva, hanem ugyanúgy szerver oldali megoldásokra. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm a választ. Oké, nincs mit. Köszönöm. Hello, szia. No, megyünk tovább, azt mondja, hogy a Facebook, facebook.com/fixhd, hát ugye mondom, az adásunk az most sajnos ott nem megy, úgyhogy remélhetőleg a weboldalunkon megtaláljátok a módját, hogy nézzetek minket, vagy a televízióban, de ettől függetlenül magát a Facebookot nézzük, valamiért nem akart elindulni itt a streamelés. Nekünk... mi ez? Kúpos potot? Dombi Laci kérdezi. Szia, Vendi! Lehet egy érdekes kérdés tőled. Szerinted honnan tudnék beszerezni egy kúpos potot A10K típusú? Csak is az eBay-ről? Hát... gondolom. Az eBay-en sok mindent be lehet szerezni. Itt az a kérdés igazából, hogy ha te pontosan tudod a típusát, és az tényleg ez kell neked, hát akkor... ennyi. Ilyet tudsz szerezni. Egyébként híradástechnikai boltokban is lehet szerintem itthon is kapni. Csak tény, hogy nehéz utána járni, tehát egyszerűbb az interneten beütni, és ha az eBay-en van ilyen, akkor lehet, hogy onnan érdemesebb egyébként rendelni, mert valószínűleg olcsóbb is, mint hogyha itthon vennéd. Maximum várni kell, amíg megérkezik. Mert hát valószínűleg azért van egy kis ideje, amíg mondjuk mit tudja, attól függ, honnan rendeled, mert az eBay-en világ bármely pontjáról tudsz rendelni, ha mondjuk Kínából rendelsz, akkor lehet, hogy lesz egy hónap is, amire megjön. Ha van türelmed, akkor igazából megérheti, pláne, hogy valószínűleg jóval olcsóbban jön Kínából, mint amennyire itthon vennéd. Azért arra figyeljünk oda mindenképpen, hogy nagy értékű dolgokat, pláne távol-keletről,
Én ezt így mindig csak óvatosan fogalmazok ezzel kapcsolatban, onnan azért okosan rendeljünk. Tehát mondjuk okostelefonokat, táblagépeket, vagy mit tudom én, olyan számítástechnikai berendezéseket, vagy bármilyen elektronikai kütyüt, ami mondjuk nagyobb értékű, most nem az érték határ feltétlenül a lényeg, de azért mondtam direkt ilyet, hogy telefon, vagy ilyesmi, azt azért ne az eBay-ről rendeljünk, bár lehet rendelni, csak benne van a pakliban, hogy mondjuk egy, hogy azért előfordul olyan, én is futottam már bele, igaz, hogy kísértékű dolgok esetén, hogy hát nem jött meg. És akkor ilyenkor most persze reklamálhatsz meg, mit tudom én, és akkor ha szerencséd van, és tényleg tudod bizonyítani, nem jött meg, és stb., akkor az eBay refundolja az összeget, és akkor nincs semmi baj, csak mondjuk telnek, múlnak az idők, és mondjuk a két hónapig vársz mondjuk valamire, és nem jön meg, és akkor nekiállsz reklamálni, és akkor az a válasz rá, hogy jó, hát akkor visszaadjuk a pénzt, de akkor két hónap elment, és nincs meg az a tudsz, amit rendelni akartál, tehát attól nem vagy beljebb. Csak ugye eltelt egy csomó idő, és ha itt meg ráadásul nagyobb összegű eszközről beszélünk, akkor egyre nehezebb lesz ezt elintézni. Vagy másik eset, megrendelsz valamit, megérkezik, de hibás. Ugye van erre is megoldás, vissza kell küldeni, akkor kicserélik, kiküldik, ha kiküldik, ez tortúra. Ez a lényeg, hogy tortúra, tehát az ilyen dolgokat azért szerintem inkább itthon, vagy ha már mindenképpen eBay-ről rendelgetünk, vagy tehát nem muszáj az eBay, lehet bármi ilyesmi, de azért mondom inkább az eBay-t, mert azért az Európai Unión belül, és itt ezen van a hangsúly, próbáljunk meg az Európai Unión belül. Először is a nagyértékű eszközök után az EU-n belül nem kell vámot fizetni, tehát ezt is megússzuk, hogyha nagyobb értéket rendelünk mondjuk Távol-Keletről, vagy az Egyesült Államokból, tehát a tengeren túlról, ott bizony már vámot is kell fizetni, ami elvileg intézi a küldő, tehát nem neked kell a vámot fizetni, bár ez egyébként ennek érdemes utána nézni, mert van, hogy ráhárítja a vevőre egyébként a vámfizetést a seller, tehát aki ugye eladja az adott eszközt, pláne az olyan esetekben van, amikor nem buy now van, tehát rögtön megvásárolod, mint egy boltban, hanem ugye licitálsz rá, és akkor megnyerted, akkor utána arra számold rá, hogy nagy valószínűséggel a vámot is rád fogják terhelni, tehát azt neked kell kifizetni. Akkor most akkor a vámügyintézést is végig járni azt a procedúrát, és akkor ugye, hogyha ne adj Isten egy hibás eszközt kapsz, ugyanúgy, ahogy az előbb beszéltünk, akkor ott mondjuk a garanciával, meg ilyenekkel mi van. Tehát visszaküld Kínába javítatni, vagy hogy? Tehát, hogy azért megvan ennek a veszélye, tehát én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket lehet eBay-enben, de vannak olyan dolgok, amiket nem. Természetesen a felelősség ez minden esetben a ti kezetekben van, hogy bevállaljátok ezt a dolgot. Jó. Attila! Pink csökkentős jó estét kíván nekem! Nem jött értesítés, hogy megy a műsor. Hát majd persze, hogy egyenként fölhívunk benneteket, nem? Szia, figyelj, mindjárt kezd a restart nézed, vagy nem tudom. Nem, hát gondolom arra gondolsz, hogy a műsor szokott, ugye, hogyha élő adást indítunk, akkor értesít a Facebook, de mint is mondtam, hogy nem megy az élő adás a Facebookon, úgyhogy nem értesített valószínűleg. Majd holnapra megnézzük, hogy mi a gond, csak nem akartam itt már adás előtt két-három perccel ezzel szórakozni. Nem akart benne, akkor így hagytuk. Kész. Van attól még lehetőség nézni bennünket. Jó, Windows Phone-nal kapcsolatos hozzászólás Rolandtól. Új Surface Phone tényleg futni fog a Snapdragon 835-ös mobil procina teljes Windows 10. A Qualcomm a Las Vegas-i CES-en megerősítette, hogy jön az év egyik leginkább várt technológiája. Hát, akkor lehet. Nem, biztos. Új Surface Phone. Hát mondom, én ezzel kapcsolatban mindig szkeptikus vagyok, és nem tudok igazából mit mondani, mert hogy mondjam, tehát én azért nem is szeretek erről a Microsoft fonokról már nagyon beszélni, mert nagyon pessimista vagyok a Microsoftos telefonokkal kapcsolatban, tehát a Windows fonos telefonokkal kapcsolatban, és nem akarom, hogy mindig ilyen negatív színben tűnjön ez föl, hogy akkor most megint azt is rám fogják, mint az Apple-lel kapcsolatban is megnyilvánultam még korábban egy párszor kicsit cinikusan, és akkor azóta is megkapom, hogy én Apple gyűlölő vagyok. Most a Microsofttal is meg fogom ezt kapni, hogyha erről én túl sokat beszélek, úgyhogy inkább nem beszélek róla. Pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, én sok sikert kívánok a Microsoftnak, ezt már többször is elmondtam, de én nagyon azt látom, hogy ezek a százalékok az elmúlt években inkább lefelé mentek, mint sem, hogy fölfelé. Hiába a Snapdragon, meg hiába volt itt már annyi összefonódás a Nokiával is, meg aztán Lumiázunk, meg jön a Windows 10, az is jó lesz majd telefonokon, majd ez meghozza a Kánoán. Azt mi van? Semmi!
Android világ van, kérem szépen. Hát az iPhone eladások is csökkennek. Hagyjuk már. Hagyjuk, ne erőltessük, ami nem megy, én ezt gondolom. Foglalkozzon a Windows 10-zel a Microsoft, szépen legyen egy jó operációs rendszer, ez jó irány. A telefonokat hagyja, egyébként hagyja is, tehát ha belegondolunk, ők maguk jelentették, bár emlékezzünk már még tavasszal, hogy egy kicsit most ezt így nem erőltetik annyira. Akkor ne is erőltessék. Most az, hogy egy-egy portál így nem tud mit írni, és akkor így, jó, hát ezt így megírjuk, hogy na már megint valami van ezzel kapcsolatban, meg a CES-en ott voltak, és nézelődtek, és bejelentették. A Snapdragon jelentette be az új processzorát, az, hogy a Windows rácsap, mindenki rácsap. Tehát, hogyha mindenki azt mondja, hogy igen, hát persze, nekem is kell ez a proci, én is ráépítem az oprendszerem, meg beleteszem a telefonomba. Nem a processzor csak a lényeg. Tehát, hogy atomerőműven is lehetne futtatni egy Windows 10-et, kíváncsi lennék a megoldásra. Jó, Ágoston Laci írja, illetve kérdezi, hát ez már volt ez a kérdés, Laci, szerintem egy pár héttel ezelőtt, szerintem úgy, hogy te kérdezted ez a hogyan csináljunk a régi lassú számítógépünkből ismét újszerűt, és hát erre van egy pendrive, amit meg lehet vásárolni, és bedugjuk a gépbe, és akkor megtáltosodik tőle, meg a nagy francokat, tehát hogy így. Vagy hát oké, meg lehet venni, de gyakorlatilag tudod, mi van azon a pendrive-on? Valamilyen ilyen XFCS Linux van rajta, ami, tehát egy Linuxos grafikus felület, amiből az ilyen nagyon egyszerű, leegyszerűsített, viszonylag alacsony hardveren is képes futni grafikai felülettel ellátott valamilyen Linux disztribúcióval rajta. Itt extra PC-nek hívják, életemben nem hallottam, ezért elkérnek nem tudom hány forintot, 10 000 forint körüli összeget, azt hiszem. Én azt gondolom, hogy felmész a Linux Mint oldalára mondjuk, vagy a... mennyi? Igen. Igen, 7500 forintot akarnak elérni érte. Hát attól függ igazából, egy jobb minőségű, meg egy nagyobb kapacitású pendrive-ért még lehet, hogy meg is éri, de egy bármilyen pendrive-ot, ha van, felmész mondom a Linux Mintnek, vagy a Lubuntu-nak az oldalára, mert egyébként a Lubuntu is pont azért Lubuntu, mert hogy ilyen low-endes, tehát hogy ilyen nagyon gyenge gépeken is képes futni verzió, és szintén az úgynevezett XFCE grafikai felületet használja, ami gyakorlatilag tényleg arra van kitalálva, hogy semmi erőforrás nem eszik szinte, mégis egy normális grafikus felületed van. És ezzel tényleg semmi gond nincsen, tök jó, el is fog indulni, működik, és tök ingyen le tudod tölteni ezeket a verziókat az internetről. Tehát ezért nem érdemes kiadni pénzt, meg megrendelni, nem tudom honnan, meg mit tenni. Fogsz egy pendrive-t, és te magad otthon megcsinálod. Tehát, hogy valószínűleg ugye ez azoknak van kitálva, akik nem értenek hozzá, vagy nem tudják mi ez a vita, és egyszerűbb 7500-ért fölgyorsítjuk a gépet. Aki egy kicsit is ért hozzá, tudja, hogy ezt meg lehet csinálni ingyen is, és nem fog fölgyorsulni a gép, hanem egyszerűen ugye abból kifolyólag, hogy olyan operációs rendszerről beszélünk, amiből ki van gyomlálva minden, és egyszerűen viszonylag kevés hardware igényel is beéri. Ezért maga az oprendszer tök jól is fog futni, nem lesz gond. Csak elindítasz rajta egy böngészőt mondjuk, és azon nekiállsz böngésznek, ugyanúgy be fog lassulni, mert a tartalom, ami jön az internetről, az akkora már, hogy a gép nem tudja földolgozni. Tehát lehet, hogy az oprendszer tök gyorsan fog futni, de attól még elindítasz egy YouTube videót, vagy betöltesz egy valamilyen weboldalt, ami tele van mindenféle felugró ilyen-olyan reklámokkal, videókkal, nem tudom mivel, az így fog menni a gépen, mert hát a gép processzorától nem lesz gyorsabb. Tehát, hogy ez nem olyan szinten fogja a számítógépedet, hogy úgy mondjam, megtáltosítani, hogy akkor majd itt megturbozza a processzort, meg több memóri. Hát most azért ne vicceljünk már. Értjük. Tehát csak egyszerűen egy butított operációs rendszert kapunk, ami alap dolgokra tökéletesen jó. Ennyi. Oké. Samsung X1, illetve X1 pluszos összecsukható okos telefonról a Restart Extrában esett szó, ugye ezzel kapcsolatban is kicsit szkeptikus vagyok. Nekem nem tetszik. És azért fontos szerintem, hogy egy telefon valamennyire jól nézzen ki, nem? Tehát most azt így hajtogatjuk, érdekes, csak meg hogy most párszor összehajtogatjuk, azt is ilyen nagyon óvatosan, hogy a videóban is lehetett egyébként látni. És egyelőre prototípusról beszélünk. Az, hogy már adtak neki verziószámot, és lehetséges, hogy még ez a cég így bele is áll ebbe a történetbe, és kiadják az első tényleg összecsukható mobilt, ami igazából
mint ha két mobil lenne, tehát így ki tudod hajtogatni, és akkor egy táblagép lesz belőle. És akkor visszahajtod, és természetesen a képernyőre is hajlik, ez benne az újdonság. Meg ugye volt már valami olyasmi, ami szintén ilyen karórának lehet jó, szintén azt hiszem a Lenovo csinálta talán, igen. Pénteken mutattuk, majd nézzétek vissza a Restart Extra, fogod és így ráhajtod a kezedre. Tehát az új okos karkötő, a telefonod gyakorlatilag a karkötő. Ha kell, akkor kihajtogatod és használod rendes telefon, ha nem kell, akkor csuklódon tudod viselni a telefonodat. Zseniális. Azon kívül, hogy látványos, én ennek túl sok hasznát nem tartom. Tehát, hogy gyermekcipő, első próbálkozások, lehet, hogy jó az irány és hosszabb távon. Ez olyan, mint annak ilyen szétcsúsztatható mobilok voltak, ugye? Amit így fogtad és így lehúztad a billentyűzetet mondjuk így. Vagy pont, hogy feltoltad a képernyőt, és akkor alatta ott volt a billentyűzet. Igen, nem csak ezek a telefonok nagyobbak. Tehát, hogy ezeknél már tényleg megoldja az, hogy akkor most dupla akkor a képernyő, és akkor már gyakorlatilag nem telefon, hanem táblagép. Van benne reláció, de nekem ez még egyre furcsa. Tehát én most nem rohannék a boltba és nem vennék ilyet. Tehát ahogy láttam, még csak nem is annyira szimpi nekem ez a fajta technológiai újítás. Lehet, hogy idővel majd aztán megszokjuk, vagy lehet, hogy e felé megyünk, vagy majd a többi gyártó is kitalál, és valami innovatív megoldással ezt egész jól használhatóvá teszi. Egyelőre én ezzel kapcsolatban nem vagyok ennyire, hogy mondjam, elragadtatva. Pár évet én még várnék ezekkel az összecsukható, meg összehajlítgatható telefonokkal. Tehát, hogy ne az legyen, hogy két hónap múlva már nem hajlik, hanem törik. Tehát azért itt azért ezt azért ki kell találni, meg egy kicsikét azért ezt tesztelni kell. Tehát azt most hirtelen megcsináltak és a CES-en bemutatták, ez tök jó. De lehet, hogy holnapra már mit tudom én, szétreped a telefonosok hajlítgatástól. Tehát azért az anyag az... Anyagot azért ez megviseli, ugye? Tehát azért van egy kopása a sok hajlítgatástól. Jó, Balázs írja, hogy hát azon a MacBookon sem látszik többet, hogy hány százalékon van, több okból is, itt gondolom a szétlőtt MacBookról beszélsz, hát igen, szerintem az valószínűleg már nem működik, tehát azon több okból sem látszik tényleg, hogy hány százalékon van. Aztán Dávid, 32 bites XP-t hogyan lehet feltelepíteni 64 bites laptopra? Az XP installációja azt írja ki, hogy nem látja a HDD-t. Hát azt szerintem az nem emiatt van, ugye az, hogy 64 bites a laptop, hát igazából ott a chipset, illetve a processzor az, aminek támogatnia kell a 64 bites architektúrát, akkor tudsz 64 bites operációs rendszert, és ezáltal az operációs rendszer által 64 bites programokat futtatni rajta. De ez visszafele kompatibilis, tehát az azt jelenti, hogy te egy 64 bites gépre fölrakadsz 32 bites programot, vagy akár operációs rendszert is, csak célszerűbb a 64 bites, hiszen jobban ki fogja tudni használni, optimálisabban fog működni, természetesen bizonyos körülmények között. Tehát azért ez nem 100%-a tényleg jobban fog működni, de ha úgy van megírva, arra az architektúrára van kimondottan lefejlesztve és leportolva, vagy adott program, vagy oprendszer, akkor elvileg jobban fogja tudni kihasználni az adott hardvert, ergo gyorsabb lesz a működése. Meg általában ugye több memória igénye van, például a Windows 10 64 bites verziónak, de már a Windows 7 és 8 esetén is ez megfigyelhető volt, hogy a 64 bites verzió az amellett, hogy a telepítője nagyobb, de az azért van, mert mindennek benne van a 32 bites megfelelője is, pont azért, hogyha valamivel nem lenne kompatibilis, akkor 32 bites módban is tud futni, vagy tud futtatni bizonyos programokat maga az operációs rendszer, ezért nagyobb. Illetve a memóriaigény is pont ugyanebből az okból kifejezőleg nagyobb, hiszen ilyenkor betölt mindent a 32 bites, meg a 64 bites verziót is gyakorlatilag a memóriába, hogy minden tudjon optimálisan futni. Ezért nagyobb. Ennyi a magyarázat rá, hogy miért van nagyobb hardware igénye mondjuk egy 64 bitesnek. Egyébként meg fölrakhatsz rá 32 biteset. Az, hogy nem látja a HDD-t, az szerintem nem ez az oka. Talán az lehet, hogy vagy valamilyen fizikai gondja van a HDD-nek, vagy valami olyan operációs rendszer alá volt formázva annak idején, ami valamiért a Windows XP esetén, tehát ő még nem érzékeli, hogy ott lenne valamiféle fájrendszer,
vagy partíció, és akkor ott azt gyakorlatilag újra kéne csinálni, tehát ott vagy F-diszkkel, vagy valamilyen diskpart, vagy valamilyen szoftverrel ott újra kéne a partit, tehát le kéne törölni a partíciókat, és újra létre kéne hozni. Ezt elvileg a telepítőn belül is meg kéne, hogy tudja csinálni, de ha nem látja magát a diszket fizikailag, vagy legalábbis nem lát rajta semmilyen rendszert, akkor bizony elképzelhet, hogy nem fogsz tudni rá XP-t föltenni. Én egyébként már nem is próbálkoznék XP-vel, tehát én tudom, hogy... Vagy nem tudom, hogy miért akarsz XP, pláne 32 biteset föltenni, mert ha már XP, akkor abból is inkább a 64 biteset, ugyanis adtak ki az XP-ből a 64 bites verziót, ami sokkal jobbra sikerült, mint a 32 bites. Teljesen más a memóriakezelés, ott változtatták meg először úgy a memóriakezelését egyébként a Windows XP-nek, hogy az már egyébként örökölte valamilyen szinten a 7, csak abban még tovább fejlesztették. Tehát a 32 bites Windows XP az sosem volt egy, legalábbis stabilitásban nem egy über kategória, a 64 bites az már stabilabb XP-ből. Tehát ha már XP-t használ az ember, akkor 64 biteset használjon, én azt gondolom, ha bírja természetesen a processzora. Mi is itt, ugye mondtam jó párszor, hogy használunk Windows XP-t egy-két gépen még, illetve egész pontosan már csak egy gépen, de azon is 64 bites XP van. Több okból is, tehát ugye a memória kezelése, a vinyók kezelése, tehát gyakorlatilag ugye a fájrendszer nagyobb, mint két, tehát a két teránál nagyobb vinyókat is képes lekezelni, bár ettől függetlenül kompatibilitás szempontjából célszerűbb az ilyen rendszerekbe maximum két terás merev lemezeket pakolni, de lehet nagyobbat is, ha 64 bites, a 32 bites nem fogja lekezelni. Tehát én azért mondom, hogy itt más gond lesz, van nagy valószínűsége. Laci azt írja itt egyébként ehhez a témához hozzászólva, hogy ugyanúgy, mint a 32 bitesre, valószínűleg SATA HDD van a laptopba, és az XP nem ismeri fel a SATA vezérlőket, drivert kéne hozzá, bele kéne integrálni a drivert vagy a Windows installba, vagy ide módba kéne kapcsolni a SATA kontrollert. Én azt javasolnám, hogy ne használj XP-t. Minden egyes, nemhogy szavaddal, bötűddel egyet értek, Laci. Tényleg, ugyanezt akartam én is mondani, hogy még ez lehet, igen, hogy annyira régi a rendszer, ami nem az XP hibája, hanem egyszerűen olyan vezérlő van a gépedben még, amit lehet, hogy a Windows XP sem ismer még driver szinten. Valószínűleg egy elég régi gépről beszélhetünk, akkor ebben az esetben lájkoljuk is a Lacinak a hozzászólását. Illetve tudom én biztos, hogy már hívni is akart bennünket a Laci, csak éppen a Skype valamiért megint nem indult el. Pedig elindítottam, esküszöm, csak hát ez ilyen. Jó. Nézzük, mi van itt még. Józsi, szia Vendi, én is Lubuntut használok már egy éve, egy régi laptopon. Szuper, megy az IPTV is, VLC is, Firefox böngésző, nagyon jó. Na. Igen, és ugye ez is a, tehát azért is Lubuntu, mert a Love hardware-re ajánlott verziója, tehát ez a XFCE vagy a Mate nevű grafikus felület Linux alatt, ezek eléggé kis hardware igényel bírnak. Tehát egyébként bármilyen Linuxot feltelepíthettek, egy sima Ubuntut, vagy egy Fedorát, vagy bármit, csak ugye az alap grafikai felület, amivel ezek érkeznek, azok ugye általában a GNOME felülettel érkeznek, illetve a Fedora az azt hiszem most már plastik felülettel érkezik, ami azért az eléggé hardware igényes. Gyönyörű, meg minden, meg csillivilli, meg olyan animációk vannak benne, hogy a Windows 10 elszégyelné magát valószínűleg. Alapból ilyenek vannak benne, és még felturbózható különböző ilyen kompiz, meg egyéb más ugye ablakkezelő megoldásokkal. És akkor ilyen nagyon futurisztikus dolgokat lehet vele csinálni. Szerintem valamikor régen már, ha jól emlékszem, mutattam is nektek ebből be egy-két dolgot, de YouTube-on rákerestek, hogy mit én kompiz, vagy kompiz fusion. Nézzétek meg, mit tud. Szerintem rögtön mindenki Linuxot akar majd installálni a gépre. Igen, én is akarok így ablakokat mozgatni, meg mint egy becsuksz egy ablakot, és az egy fölgyullad, így elég, meg ilyen dolgokat lehet benne alapból, hát nem alapból, de ilyen dolgokat be lehet pluszba tenni, és millió meg egy plugin van hozzá, amivel lehet még egyébként turbózni. Természetesen ehhez már kell gépigény. De hogyha valaki föltesz bármilyen oprendszert, mondjuk Linuxot, akár grafikus felület nélkül, akkor ugye a grafikus felületet az külön föl lehet hozzárakni, és mivel kb. 15 féle grafikus felület van, a GNOME-tól kezdve az imént említett XFCE, Mate, Plasma, bármi, ezek mind fölrakhatók egyébként, akár egymás mellé is, és amikor ezt akarod, akkor azt indítod el, amikor azt akarod, akkor azt indítod el. Ezekből talán, aminek tényleg a legkevesebb
hardware igénye van, az az XFCE. Tehát, hogyha olyan felületre rakjátok fel, mondom, azt hiszem a Linux mint jön ki alapból azzal, illetve a Ubuntu, ezeket érdemes fölrakni. A Linux mint is egyébként most, hogy már Debian alapú Linux batért át, mert régebben nem az volt, nem azon a vonalon ment, de aztán igen erősen ráállt a Debian vonalra, ami számomra egyébként szimpatikus. Az Ubuntu is egy az egybe a Debianra épül, úgyhogy hát szinte nincs is különbség. Tehát azon kívül, hogy máshogy hívják, meg az elején más logó van, de egyébként felépítésben, csomagkezelésben szinte, mint hogyha az Ubuntu-t használnád, vagy egy Debian-t használnál. Az Ubuntu abból a szempontból jobb, az imént említett Debiannál is, meg a Linux Mintnél is, hogy ugye kimondottan arra nagyon sokan használják az Ubuntu-t, iszonyú nagy Ubuntu közösség van a világban már, és pont ebből kifolyólag, lásd az okostelefon applikációkhoz hasonlóan, iszonyú sok programot írnak kimondottan Ubuntu alá. Tehát Ubuntu Linux alá, ami egyébként a Linux átjárhatósága miatt szinte az összes Linuxon futtatható, de az Ubuntu-ra optimalizálják, tehát azon fut a legjobban. És pont ebből kifolyólag, aki mondjuk úgy dönt, hogy na jó, én elengedem a Windows-t, és áttér mondjuk egy Linux-ra, annak én azért szoktam az Ubuntu-t javasolni, mert azon van szinte minden olyan program meg, ami egyébként, hát nem is 100%-ban, de Windows alatt megszoktál, annak van Ubuntu-s verziója. Ha meg nincs, akkor ott a Wine, amivel lehet Windows-os programokat futtatni Linux alatt, korlátozott formában ugyan nem működnek, és gyakorlatilag szinte akadálymentesen át tudsz térni. És tök jó, tehát hogy tényleg. És ráadásul ingyenes, tehát hogyha valakinek nincs pénze, vagy nem akar Windows rendszert használni, akkor tegyen fel egy Ubuntu-t, tök jó el lesz vele. Kicsit ismerkedni kell vele, de meg lehet szokni, higgyétek el. Jó? Rendben, Gábor írja, Csőzet Vendi, azért ismerd el, hogy ez a csoda Linuxos pendrive-hoz letöltesz még egy internet gyorsítót, és akkor már tényleg egy brutál konfigurációt kapsz. Természetesen irónia, amit írtam. Hát, igen. Természetesen. Még memóriát is le lehet hozzá tölteni, hiszen, mint tudjuk, a pendrive használható memóriaként is. Most hülyeségeket beszélek, el ne higgye valaki. Egyébként bizonyos, még annyira nem is hülyeség, mert régen volt a Windows, tudott ilyet, még azt hiszem a Windows 7 korában, úgynevezett smart drive-ként lehetett használni pendrive-ot ilyen gyorsítóként, ami igazából semmivel nem volt külön, csak annyit tudott csinálni, hogy bizonyos memória cache műveleteket egy külső pendrive-ra, de lehetett az akár egyébként egy memóriakártya is, vagy egy Winchester, vagy bármi, arra cache-elt. És ezáltal ugye nem a rendszer memóriának az alapvirtuális memória, ami a rendszer vinyón van általában, nem odaírt, vagy nem csak odaírt, hanem egy másik drive-ra is, ezáltal picit gyorsabb volt a memória kezelése. Ráadásul hát még visszaolvasás szempontjából sem volt elhanyagolható, tehát tényleg egy icipicit gyorsított rajta. Egyébként a Linux minden mai napig ezt a funkciót tudja, ha nem is teljesen ilyen módon, mert teljesen másképp működik, de minden mai napig lehet vele ilyet csinálni, ugye egy úgynevezett swap partíciót lehet létrehozni, akár egy pendrive-on is, és ugye a másik drive-on van, akkor nem ugyanaz a drive használódik, bár a mai SSD-s korszakban már szerintem tök mindegy, hanem egy másik lemezről használod gyakorlatilag virtuális memóriát, akkor némileg lehet gyorsítani a rendszert. Tehát még lehet azt is megbrem kockáztatni, hogy ebbe a csoda pendrive-ba, amit tajálgatnak, lehet, hogy ez a funkció is valamilyen úton módon bele van programozva, mondjuk így, hogy a swap-et is saját magán tárolja, és ezáltal lehet, hogy egy picit gyorsít. De megint csak azt tudom mondani, hogy itt a szűk keresztmetszet az USB. Tehát ha valakinek van egy régi laptopja, és USB-ről akarja az operációs rendszert futtatni, az kapásból, egy régi laptopban milyen USB van? USB 1 vagy max 2, ami iszonyú lassú, tehát maga a rendszer is lassan fog betölteni, lassan fog működni, tehát miután betöltött a memóriába, már persze gyors lesz, tehát hogy relatíve gyors, hát mihez képest, de én mondom, tehát hogy ez ebben a formában azért ez nem ilyen egyszerű ez a történet. Na itt van velem Laci, hello Laci! Szia Vendel, még a pendrive-hoz annyit hozzáfűznék, hogy azért azt sem mindegy, hogy milyen pendrive, mert van olyan USB-s pendrive, ami még a kettesnek se éri el a sebesség korlátját, szóval igen. Az sem mindegy. Nem, hát a papír szerint, vagyis hát itt a cikk, hát egy ilyen weboldal, ahol meg lehet vásárolni ezt a
pendrive-ot, Isten őrizze, hogy bemondjam a nevét, ott azt mondják, hogy USB 3-as. Na de hát, hogyha régi laptopokról beszélünk, amit fel akarunk fel gyorsítani, akkor minek USB 3-as? Hát azon úgy sincs USB 3 valószínűleg. Tehát, hogy... Igen, igen, csak azt akartam mondani, hogy nekem is van egy 3.0-as pendrive-om, és van egy régi 2.0-as, ugye, amin az az interfész van, és ugye mégis gyorsabb 2.0-án a 3.0-ason, mert ugye már ez egy modern pendrive, hát igen. És kihagyja a maxot a 2.0-ból, még az a régi pendrive, meg még azt se tudja, tehát ugye a 2.0-ának a maxsebességét. Igen. Igen, hát ez így van, de ettől függetlenül mondom, tehát ne várjunk csodát ezektől a kötyüktől. Persze. Amihez szerettem volna hozzászólni, itt egy új hozzászóláshoz, hogy felrakott egy programot, amit a barátja ajánlott, egy ilyen driver boosteró gyorsítót, vagy nem tudom mi ez. És azt írja, hogy lassú lett a gépnek az indulása, és nekem van tapasztalatom erről a programról, nekem is egy ismerősöm felrakta, és ugye ez lényegében frissítgeti a drivereket a gépen, de olyat csinált ez a program, hogy egy Windows 10-es oprendszerre felrakott egy Windows 7-es drivert, mert szerinte az jobb, mint az alap Windows-os SATA controller driver, és olyan szinten meglassult a merevlemeznek a kezelése, hogy egyszerűen a rendszer katasztrofálisan lassul lett. Én ezt esetleg javaslom, hogy ezt a SATA drivert néznek, hát lehet itt van a probléma. Nem, én azt javaslom, hogy alapból távolíts el, úgy, ahogy van ez az egész boost. Így van, de hát már ugye ezt megcsinálta, és húzza szépen újra a Windows 10-et szerintem. Tehát állíts vissza alaphelyzetbe, mert és ne használjunk már ilyen programokat. Tehát pont ez a lényeg a Windows 10-nek, ezt értsük már meg, hogy a Microsoft egy, meg hát persze minden egyes gyártó ezt mondaná magáról, de a Windows most tényleg elindult egy olyan irányba, hogy semmit nem kell vele csinálni, nem is kell nagyon driver telepíteni. Egy-két kivételes esetben persze nem árt, mert vannak azért hibák, semmi sem tökéletes, de alap helyzetben megint csak mondom, saját tapasztalatból tudok beszélni, 100 gépből körülbelül 90-nél semmilyen, de szó szerint semmilyen plusz drivert nem kellett telepítenem, ő alapból fölismert mindent és kezelte. Egy-két plusz olyan gép volt, ugye azért dolgozom egy-két olyan helyen, egy-két olyan cégnek, ahol speciális hardvereket is használnak, amikhez azért persze fel kellett tenni drivert, mert magától azokat nem tudta föltenni, vagy ha föl is tettem, mondjuk bizonyos nyomtatókkal szoktak gondok lenni, hogy fölteszi meg, úgy néz ki, mintha működne, de mondjuk nyomtatás közben pont ma futottam bele egy ilyenbe, ilyen furcsa dolgokat nyomtat a papírra, aminek nincs ott a helye, és így hogy ott van, és hogyha fölteszed mondjuk a gyári oldalra a saját nyomtató drivert, akkor meg nem csinál ilyet. Ilyenek vannak, de alap esetben az, hogy most letöltünk ilyen driver kereső programokat, amik majd a netről lekeresik, hát a Windows 10 is ezt csinálja, a gyártó oldalról szedi le egyébként ezeket a drivereket, és onnan frissíti. Tehát, hogy igazából ő csak besegít nekünk, hogy nekünk ne kéne egyenként elmenni a gyártó oldalára és letöltögetni egyenként a drivereket és installálni, hanem ezt ő már az installálást, tehát amikor teszed fel a Windows, gyakorlatilag ő akkor megcsinálja az alap rendszerhez, aztán utána, ha egy picit hagyod még pár órát, frissítgeted meg ilyenek, akkor ő ezeket ráadásul up-to-date-re be is állítja és letöltögeti a frissítéseket is hozzá, tehát a driver frissítéseket is. Én azt gondolom, egy hétköznapi felhasználásra szánt számítógép esetén nincs szükség arra, hogy az ember plusz drivereket telepítsen, ha csak nincs valami speciális hardware tényleg. De most milyen ilyen hardware lehet? Maximum ilyen nagyon régi multimédiás eszközökkel szokott gond lenni, de hát azok meg lehet, hogy egyébként se lehet életre kelteni Windows 10 alatt. Így van, így van. Nem írta igazából, hogy Windows 10 van, csak nekem ilyen tapasztalatom volt. Én azért egy ilyen tippet mondtam, hogy esetleg lehet a SATA kontrollerrel gond, mert nekem okozott már ilyet, de tényleg egyetértek veled, hogy ilyet ne rakjunk fel se az ilyen semmiképpen se. Akkor inkább a gyártó oldalára menjünk szépen föl, és onnan szedjük le a gyártó által ajánlt legfrissebb drivert. De ne ezt egy harmadik féltől származó ilyen-olyan programra, amit a haver meg a szomszéd ajánlott, ezeket hagyjuk. Az ilyen programokat, mert minél több ilyen szart rakunk föl a gépre, már bocsánat a kifejezésről, annál lassabb lesz, meg aztán csodálkozunk, hogyha valamilyen ilyen-olyan himi-humi oldalról szedjük le ezeket, hogy még valami kártevő is bejön ezekkel. Tehát amikor ezek az ilyen tipikus, ez a PC speed, meg speed up PC, amire mindenkinek, úristen, hogy gyorsabb lesz tőle a gépem, aha, ezek szépen olyan szintű kártevőket tesznek fel a gépre,
gépre, hogy aztán nem hogy gyorsabb lesz, hanem használhatatlanná válik tőle a gép. Tehát, vagy idegesítő reklámok. Hát jönnek. Vagy ugranak föl a reklámok, igen, meg a különböző nézel egy weboldalt, és akkor gyakorlatilag teljesen más jön be, mint aminek kéne. Lehet, hogy eddig is volt rajta reklám, de most azokat a reklámokat megváltoztatja a sajátjára, meg olyan helyekre is reklámot tesz, ahol eddig nem volt. Tehát ilyenekbe bele lehet futni, ha az ember ilyen programokat telepítget föl. Ne! Én azt gondolom, ne. De persze mindenki azt csinál, amit akar, csak figyeljünk oda erre, és akkor kevesebb fejfájást okozhatunk magunknak. Igen, így van. Köszönöm, hogy hozzászóltam. Én is köszönöm, Laci. Igen, úgyhogy el is búcsúzom tőled is, meg a kedves nézőktől is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velünk. Hát sajnos ugye a Facebookon ma nem tudtuk közvetíteni az adást, úgyhogy ezt az adást csak a weboldalunkról fogjátok tudni, majd egy pár órán belül visszanézni. De holnap várlak benneteket ismételten, és reméljük, hogy már a Facebook is jól fog viselkedni, és tudjátok nézni majd ott is az adásunkat. Szevasztok!